Az idei június 24-től július 29-ig tartó Petőfi Művészeti Liget, ahogy az elmúlt években is, nagy sikert aratott a dunai városiak körében. Ezen a nyáron 15 fellépő szórakoztatta a közönséget minden szerdán, pénteken és vasárnap este. Természetesen mindenki megtalálhatta a számára legjobban tetsző együttest, hiszen a jazztől kezdve az alternatív rockig rendkívül színes volt a felhozatal. Emellett a szervezők arra törekedtek, hogy dunaújvárosi származásúak is fellépjenek a ligetben. Ilyen volt Frank vagy Veres Kovács Petra. Az idei nyarat nagyon, nagyon jól értékelem. Az egyik legsikeresebb koncertünk az Esti Kornél koncertje volt, illetve Frank, hiszen ő dunai városi származású, de minden egyes programra kellőképpen jöttek az emberek, egyetlen egy problémánk volt az időjárás. Úgyhogy az előző évekhez képest azért kevesebben látogatták a ligetet, pont az időjárás miatt azért azt elmondom, hogy van eső helyszínünk, tehát minden előadás mindig megvolt és meg lesz tartva. Szeptember 1-én délután 4 órakor megkezdődik a liget záró évadnyitó, ahol a kicsiket játékokkal, meseelőadással, a felnőtteket pedig koncerttel várnak a szervezők. Rengeteg gyerek program lesz délután. Gyerekeket várunk nagy szeretettel. Rossz idő esetén beköltözünk a színházba, tehát nem marad el semmi. Talán egy-két gyerekjátékot kell nélkülözzünk, amihez mindenképpen a liget kéne, mert ugye fenyegetnek minket itt különböző rossz időkkel, de itt az aula és a színház rendelkezésre áll. Lesz egy izgalmas előadás, egy gyerek előadás délután a színházterminkben. Este pedig a felnőtt színházat kedvelő és ligetet kedvelő közönséget várjuk, amikor is egy nagy komoly zenei koncerttel zárjuk a ligetet, Tótin családkoncertjével, és előtte én évadot ismertetek, illetve játszom a közönséggel, amiben érdekes és izgalmas színházzal kapcsolatos nyereményeket lehet nyerni. Az eseményen Őze Áron bemutatja a színház újabb szeptemberben induló évét, a család évadát, amely 10 bemutatót tartalmaz, mint például az Antigone, a Ványa bácsi vagy a Hajmeresztő című előadás. Az évad első darabja a Dr. Kozmosz, amelynek premierje szeptember 28-án lesz. A színház munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy az eseményen 15 órától nyitva tart a jegypénztár is, ahol még megvásárolhatók a bérletek.